na most egy videóban nem főzni, hanem sütni fogok, vagy pontosabban egy kocskasátot fogok kirátani. Jó, tudom, hogy én általában sok emberre tudtam segíteni a videó, ha minden igaz, állítólag azt mondták, hogy sokan visszaítak, ha tudtam segíteni. De valamikor én is másodtól tanultam. Jó, most elkészítettem ezt a videót, tömös által töltött Párizsig. Jó, most egyéb közösségi oldalon nekem írtak, hogy kocskasátot is ki lehet váltani. Hát én meg ki is próbáltam, csináltam egy próbafőzést, próbasütést, rántást, és tényleg ki lehet váltani a tömlősátot. Nem tömlősátot, nem is, a kocskasátot. A kocskasátot ki lehet váltani, mert nem hittem el, de mégis ki lehet. Most akkor meg is próbálom, vágok is be, menne tovább a videó. Egy kis olyat, ja, ki is kell bontani, hoppa. Így olajat teszünk be, hogy kell ezt kibontani. Ó, magamat is lerocsoltam. Hoppa, sikerült magamat is egy kis olajat lerocsolnom. Hát, azt hiszem, hogy elég is lesz. Akkor bekapcsoljuk a indukciós sütőt. Hogy be kell dugni. Akkor bekapcsoljuk. Menü. Akkor mehet 100 fokon szerintem, ja? Jó. Akkor 100 fokon mehet. Akkor bekapcsoltuk a indukciós sütőt, akkor felmelegítsük, felforrósítsuk a olajat. Csak mi előtte letörődött, amíg kirocsoltam olajat. Akkor legelőször is felverjük a tolást. Elkitoppa a kiacsot. Kis jót akartam tenni hozzá, de minden is sikerült. Ez szerintem jó lesz. Vagy jó sikerült. Elveszük a kocskasátot. Lisztbe. Megmásuk. Akkor zsemmelmózsába. Miatt elfelejtette elmondani, milyen hozzávaló. Na mindegy, most is el lehet mondani. Hozzávaló. Ékolaj. Kocskasalt, ami hogy is ilyen sokkás ízesítő, liszt, tojás, egy kis só, meg még kocskasalt. Az is késsel kell megmártani. Duplások. Hát én csak tanulok másoktól a golyóktól. Hát a sort. Most mutatom 8 dalbos, de van 6 dalbos is. Az is ugye így. Tojásba megmártani. Zsemmelmózsa. Még egyszer.
egy türelmi játék, mert főzésre türelem kell. Azért, mert lehet is teszem a sütőt nószalapok elé. Nem, megigen vagy. Már három dal meg is van. Mert nem ilyen minden bele túl egyszer tenni, nem akar kétszer sütni. Nem tudom. Hát van egy kicsi volt a tolás. Na minden, annyit csinál, megy tolásba. Azt hiszem, te elég lesz el a tolás. Én van három dolog. Mindenhol egy tolás belepje. És ebben most már készítsük, átfosztáljuk. Hát igen, most már kicsit nehezebb. Na, el van fogyva a tolás. Mint egy-egy minden igaz, meg tudunk csinálni. Ja, még kis papír. Jó, akkor még egyet megcsináljuk. Lisztbe. Tolásba. Róladó többet nem is tudom már csinálni. Na minden, akkor is így is lett belőle. Hát dalb. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hát 7 dalb. Még egyszer. Na hát mégis utolsó, hogy csak megtudtó. Na pont úgy látom, szerint a tolás pont elég is lett. Lehet azt, hogy egyet már nem tudok kétszer megbántani. Na, akkor össze is takarítok. Hát én meg is állítom azt a videót. Akkor egy kicsit emeljük a tétet. Hát akkor nézzük is, mert te is forrósodott, ahogy.
Hát szerintem fel van forrósodva. Óvatosan, még inkább így. Hoppa, az nagyon nem sikerült. Beletessük a forró zsíkba. Úgy látom, most nem 240 fokon sütünk, 100 fokon, 80 fokon. Hát akkor ehhez kell még egy kis idő, minden le is fogom mérni az időt. A toppet el is indítottam. Azt hiszem, nem állt ott lenni, hanem a forróba kell beletenni. Hát nem hiszem, hogy fordítani kéne, nem mi. Nem kell fordítani. Ha eltett, akkor nem adunk megnézni. Megfogadom egy biztos, hogy jól sűrű át mind a két oldalra. Na, akkor húztam ezt a tartót is. Na, már van téve. Az is nem volt. Nem a hús, amely meg fog sűrni, mint a hús. Na, csak kellene egy kis időt. Azt mondom, hogy 2 percnél tartom, mert közel 3 percnél. Na, mindjárt meg fog sülni. Szép lassan jó lesz ott. Én szerintem úgy látom, hogy jó is lesz ott. Hát a hámán még kicsit sütő, mert azért nem nagyon sütnek. Szerintem jó lesz az. Hát nem kell nagyon nagy forró, mert nem szeretném most megégetni. De a kicsit felvisszük 120-ig. Meg van 4-5 perc telt el. Hát én azt hiszem, ki is kapcsolom az indukciós sütőt. Melyik forró?
ízlete jó is lesz. Nagyon vastag lesz, olyan rámat tettem rá. Hát akkor minden nos sartot kicsit kellett rántani. Most nem nagyon égettem meg. Mert az még nem álltott volna még sütni, de nem égettem meg. El is készült a rántott kockasalt. Hát azt akkor sütött után, 5 percig sütött után azt a rántott kockasaltot. Hát szerintem most a közönségi oda unlattam, én is tanultam, csak sikerült tanulni. Na most megkóstolom, milyen lett az a kockasalt. Érdemes szerint a közönségi oda elmenni és elolvasni, mit írnak. Na jó, most már jól a kóstoló. Most én is eszek kenet. Mindjárt szokom már nagyon folyó. Nagyon finom. Jó, nagyon jó. Jó ötlet volt. Mondhatom, valaki tovább fejlesztette, a töltött párizsű, tömöztet a töltött párizsű, tovább fejlesztette a rántott kockasalt. Nagyon jó ötlet. Csak vigyázzuk, hogy nagyon forró a sart. És nagyon éget. Csak akkor már jól érzem. Nagyon finom. Na mindjárt. Nagyon szépen megköszönöm, megtiszteltem a figyelmünkkel. Ez most egy ötletelik kockasalt, töltött kockasalt, nagyon jó ötlet volt. Nagyon finom, nagyon jó elkészíteni. Érdemes elkészíteni, óvatosan kell elkészíteni, forró zsíba beletenni. Nagyon óvatosan kell. Ez most nagyon jó lett. Remélem, most abban a kis új videóban tudtam segíteni. Ha tetszett a videó, akkor iratkozzanak fel a csatornája, és akkor lájkolják. Ha már nem is tudom már mit mondani, csak annél, hogy na még ez nagyon szépen megköszönöm, megtiszteltek a figyelmüket. Tovább is minden jót kíván. Erez Zoltán, a videó info, nem, rosszul mondom, Erez Zoltán, a videó info kötőle ettől. Hello, sziasztok!